József Viszkopics megyeelnök az Együtt alakítjuk a megyét motto jegyében fontosnak tartja az önkormányzatokkal való folyamatos egyeztetést, hogy tudja, hol kell a segítségnyújtás az egyes régiókban. Ennek már vannak pozitívumai is. Toto je asi najdôležitejší posun, ktorý deklarovali všetci, že župa komunikuje otvorenejšie, významnejšie a tak povedať flexibilnejšie. Dokážeme realizovať dotyk obec, mesto, kraj v skrátených lehotách a mám pocit, že sa navzájom informujeme o mnoho rýchlejšie a flexibilnejšie, čo má smerovať k tomu, aby je tá cieľová stanica, aby proces netrval zbytočne dlho. Az elmúlt év novemberében, amikor a megyei testület Dunaszerdahelyen tartotta ülését, már szó esett a várost érintő fejlesztésekről. Ezek közül kettő már idén megvalósul. Az egyik a sikabonyi temetőnél a körforgalom, most az engedélyeztetési folyamatban van, ezután pedig készül a közbeszerzés, majd a kivitelezés, úgyhogy bízom ebben, hogy ebben az évben ez meg tud valósulni. Ami a vidékfejlesztési szakközépiskolában található medencét illeti, illetve az úszodát, az már olyan stádiumban van, hogy készítik elő a közbeszerzésre az anyagot. Nagyszombat megye a Dunaszerdahelyi járásban 2019-ben mintegy 1,5 millió eurót fordít a hozzá tartozó középiskolák fejlesztésére. A szociális szférára idén 200 000 euróval többet költenek, mint tavaly. A különféle rendezvények támogatására szintén több pénz jut.